Amint ezt megszokhattuk, a Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesület mindig hallat magáról, most szombat délelőtt van, és itt a Fecskeházban egy nagycsaládos rendezvényen vehetünk részt. Tóthnén Ácsa-Érénkétől kérdezem, hogy miről szól ez a mai nap? Nagyon sokat beszéltünk már, hogy az egyesületünk nyert egy transznacionális együttműködések keretében, egy EFOPOS program keretében egy pályázatot, ami két éven keresztül zajlik, kortárs, fiatal családoknak, fiatal pároknak szóló műhelymunkákat, tanulmányutakat szervezünk. Az egyik műhelymunka valósul meg ma délelőtt, illetve délután. Úgy gondoltuk, hogy a személyiségfejlesztés, az érzelmi intelligencia, mint a gyermeknevelésben, mint a párkapcsolatokban egy nagyon fontos téma és szerep, és ehhez mi egy nagyon jó előadót, Uzsainé Pécsi Ritát találtuk meg, aki nem csak ahogy pécsi, hanem Pécsről is érkezett, neveléskutató, a személyiségfejlődéssel foglalkozik, illetve a fő témája, hogy mint az érzelmi intelligenciánk hogyan fejleszthető és hogyan válik majd az életünk humán tőkénknek a forrásánál. Így ma meghívtuk előadónak, délelőtt a fiataloknak szólal, hogy a férfi és a nőt egymásnak teremtette a teremtő, de nem csak erről a témáról beszélt, hogy mi az, hogy férfi adottságok, női adottságok, hanem hogy hogyan kommunikálnak egymással a férfiak, a nők, a fiatalok, a felnőttek. Beszélt a párkapcsolatról, párválasztásról, délután pedig az érzelmi intelligencia fejlődéséről, fejleszthetőségéről fog beszélt a felnőtteknek. Tehát ma a mai nap ez a témánk. Nem tudom, már hanyadik alkalommal vagyunk itt, és olyan érdekes, hogy mindig újabbnál újabb és érdekesebb témával találkozhatunk. Most, mivel említetted, ez egy pályázat, pályázat írja elő, vagy pedig tőletek jön az ötlet, hogy egyáltalán mi az, amire igény van? Amint említettem, a pályázatunk célja igazából az volt, hogy fiataloknak a párválasztását segítsük elő, illetve majd, ha már létrejött ez a kapcsolat, akkor pedig a gyermeknevelésben, az élet konfliktus kezelésben, hisz azért azt mondjuk meg, hogy azért, ha nagyon szépen kimondjuk azt a szép igent, az eleinte minden nagyon szép és derűs, de aztán utána jönnek a konfliktusok, jönnek a gyerekek, mindig történik valami a családban, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy ilyen témákat választunk, és most ezt a témát találtuk, ami úgy gondoljuk volt már nekünk kimondottan kislányoknak, ez a Teen Start program, például hogyan készítik fel őket a fogamzásgátra, a párválasztásra. Volt már a szeretett nyelv tavaly, Lukács Anikó ebben a témában, februárban egy ilyen. Volt, amikor már csak játékos előadások voltak, hogy hogyan lehet egy párkapcsolatot úgy fenntartani, hogy az ne égjen ki, például, amiről tényleg játékból szólt a lényeg, és most ezt a témát választottuk igazából, hisz ez nagyon divatos, amúgy ez az érzelmi intelligencia fejlesztés. Mennyire nehéz előadott találni például egy ilyen témára? Mondjuk az most nekünk Andival a szerencsénk, hogy mivel mi a Nagycsaládos Egyesületben nagyon sok ilyen konferenciáledes előadásra járunk, nagyon sok előadóval találkozunk, és akinek az előadása megtetszik, azt próbáljuk Tiszavasváriban is elhozni. Névjegykártya, telefonszám. Névjegykártya, telefonszám. Ritával már hát, vagy 4-5 évvel ezelőtt Pécsen a házasságvilágnapi rendezvényen találkoztunk, akkor is egy nagyon jó. Előtte az Otthon Segítünk Alapítvány szervezésében Mohácson tartott egyet, illetve most nyáron Veszprémben a család kongresszuson, ahol szintén ott voltunk egy ilyen tanulmányút keretében, és ott kértük fel, úgyhogy egy kicsit most ütközött a kettő is a tanulmányokat, most Lakiteleken is van egy ilyen nagycsaládos rendezvény, ahova szintén mentek a szervezetünkből, tehát ott egy tanulmányút folyik, itt pedig most egy műhely munka folyik igazából, és innen jött, tehát már ezt az időpontot, már tavaly is szerettük volna két alkalommal is, de Ritának is közben jött valami, nekünk is, de mindenképpen én azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy ilyen tartalmas előadás. Mit tart az előadás? A délelőtti, de sikerült kicsalogatni téged, viszont még benn voltál, hogyan vetted észre, hogy milyen az érdeklődés a fiatalok körében erre a témára? Én azt láttam, hogy érdekelte őket, meglepődtem én is, mert egy kicsit úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy ez a modern fiatalokhoz ennyire közel áll, de ő eleve már így kezdte a bemutatóját, mondhatom, nem csak nevelés történetet tanít, hanem egy kicsit nagyon jó színésznő is, tehát nagyon sokat, nagyon jól artikulál, gesztikulál a hangjával, a mimikájával, a mozdulataival, és én ezt gondolom, hogy színesíti az előadását, illetve hozott kis diákat, például, hogy egy hatodikos kisfiú hogyan gondol, hogy milyen felesége lesz, hogy szőke lesz, hosszú lábú lesz, ez mindenképpen. Én ezt gondolom, hogy mi is vagy vetíthetjük, igen, mikor én is elmondom százszor a férjemnek, hogy mit szeretném, és akkor majd megkérdezem, hogy
mit mondtál. Én azt gondolom, ők majd ugyanúgy, hogy mikor majd udvarolnak a párválasztásukba, akkor ők csak majd a tényekre fognak szorítkozni, nem pedig mondanak nagyon szép, hisz a fiúknak az agyuk erre van beállva. Itt már esetleg tanulhatnak is esetleg majd a hibájukból, hogy igenis azt a kislány meg kell hallgatni, meg kell dicsérni. Én azt gondolom, én szoktam mondani, már egy kicsit negatívumnak adtam, egy kis személyes példa a férjemnek, hogy ugyan a nagyfiúnak már van párja, a középsőnek még nincs, hogy igenis meg kell tanítani udvarolni már a fiatalokat, mert nagyon... Van még egyáltalán udvarlás. Igen, én azt gondolom, hogy ezt is vissza kellene hozni, mert egyre kevesebb, elmondta Rita is, hogy mikor az egyetemre bekerült a fia, akkor hát minden lánya, fia barátnője szeretett volna lenni, felajánlotta magának, és ez nagyon tetszett a fiúnak, és ez nagyon tetszett a fiúnak, hogy őt leszólították, és semmit nem kell azért a lányért tenni, és két hét múlva rájött, hogy nem, sokkal jobb, ha ő maga is tesz, hogy ő hódítsa meg a lányt, és ne fordítva. Tehát igen, ez elgondolkoztató, igen, hogy a mi világunkban az volt, mikor én fiatal voltam, hogy engem szólítanak, ma már néha én is azt mondom a lányomnak, hogy te is legyél kezdeményező. Tehát milyen érdekes nekünk, akik konzervatív családi értékeket vallanak, azok is egy kicsit átvariálják a gondolataikat. Változik a világ. Megvan ez az előadás, itt vannak a fiatalok, és amint mondtad, figyelnek, átérzik, viszont mikor jön el az a pillanat, amikor át is értékelik, és megpróbálnak így gondolkozni, miután lecsapódott bennük, mint az, amit most hallottak? Na hát ezt nem tudom, ezt mindenki maga tudja. Én azt gondolom, hogy azért értékesek ez az előadás, amit én is mondtam saját példámon keresztül, hogy rájövök, hogy mikor ezt egyszer hallom, akkor elraktározom ott a tudatomba. És utána autodidakta mond, ó, hát ezt már mondták, és jól csináltam, nem jól csináltam. Tehát én bízom benne, hogy nekik is. Azt látom, hogy azért van egy mag, aki rendszeresen visszajár hozzánk, én ennek örülök végül is. Ennek azt gondolom, hogy egy akár év végén, de lehet a következő tanévben, vagy egy-két év múlva is lesz hozadéka, de lehet, hogy két hét múlva is. Tóthné Nácsa Érénkével már beszélgettünk az első előadás témájáról, és most egy olyan dolgot szeretnék kérdezni, amit nem említettünk, mégpedig a következő, hogy egy párkapcsolatban élő férfi és nő tisztában van-e, vagy lehet-e a saját intelligenciájával? Igen, ugye kétféle, legalább kétféle intelligenciáról kellene beszélnünk. Az egyik az az IQ meghatározó, tehát értelemnek az intelligenciája, másik pedig az EQ, az érzelmi intelligencia. Általában az IQ-nak hát valahogy a minősége, van a nagysága, kicsit így kirajzolódik, mire oda kerülünk, hogy párkapcsolatban élünk, mert az iskola ugye ebben nagyon sokféle minősítést, visszajelzést, értékelést nyújt, és úgy nagyjából akkor tisztába kerül vele. De nem így az érzelmi intelligenciával, ami egy nagyon nagy terület, tehát nagyon sokféle mindent lefed a konfliktus kezeléstől, a humorig, az együttműködésig, az önismeretig, a motiváltságig, tehát nagyon-nagyon sokféle ilyen úgymond puha területet, és ezzel nagyon sokszor nem vagyunk tisztában. Tehát ez az önismeret, önbizalom, önbecslés, nem tudom, szóval ezekkel a területekkel. Nagyon sokszor tényleg úgy megyünk bele egy párkapcsolatba, hogy még azt se tudjuk, hogy én mire vagyok képes, mire vagyok érzékeny, mi az, ami nekem jól megy, nem, hogy a másik. És azért ez egy ilyen szoros együttlétben nagyon sokszor, nagyon hamar konfliktusokat is okoz, ami nem jelenti azt, hogy ennek feltétlenül konfliktussá kellett volna fejlődnie, hogyha egy kicsit, hogy mondjam, ügyesebben nyúlunk magunkhoz, vagy a társkapcsolathoz is. Befolyásolja például az iskolai végzettség az intelligencia szintet? Hát, ha az érzelmi intelligenciáról beszélünk, akkor nem. Egyáltalán nem. Értelmi? Hát azt igen, befolyásolhatja, kifényesítheti. Tehát ott meg ugye az a probléma, hogy az IQ mindenki egy bizonyos mennyiségű adottsággal születik. Tehát ki lehet bontakoztatni, de eléri azt a szintet, ami az ő IQ-ja, akkor az nem megy tovább, akármilyen iskolai. Nem lehet fejleszteni? Fejleszteni. A fejlesztés alatt azt értjük, hogy kibontakoztatni lehet. Tehát igazából nagyon feltornászni nem lehet. Valamennyit, persze pár pontos valamit tudunk rajta, de nem jelent. De az érzelmi intelligenciát viszont nagyon erősen lehet fejleszteni, az egész életünkön keresztül fejleszthető lehetne, mert azt nem egy adottság határozza meg, hanem az életünk írja. Tehát a tapasztalataink, tehát a környezet rengeteget számít, például a családi környezet, iskolai környezet, társas környezet, mindenféle forma, azok a tapasztalatok, azok az élmények, amiben részt vesz vagy nem vesz részt egy gyerek, az nagyon-nagyon sok
sokat számít. Sőt, még arra is van lehetőség, és azért mondom, hogy nagy, nagy ajándék ez, hogy egész életünkön keresztül képlékeny ez a terület, mert adott esetben, hogyha rossz mintákkal jövünk a családból, ez még átírható is, ez az érzelmi intelligencia. Tehát azt látjuk, hogy van, akinek lehet, nem tudom én, 3 diplomája, és az érzelmi intelligenciával mindig ilyen picike, és fordítva is lehet, hogy 0 papírja van, és az érzelmi intelligenciája pedig óriás, és azt mondják, hogy na ő a falu bölcse, érdemes erről a kérdésre megkérdezni. Most az első előadással résztvevők főként fiatalok voltak. Mennyire befolyásolja például egy párkapcsolatot, ami később esetleg házassággá fajul, hogy az egyik fél több diplomás, magas intelligenciával rendelkezik, a másik fél pedig egy kicsit szerényebb, mert mondván, hogy a szerelem nem ismer határokat. Hát a hasonlóság, vagy legalábbis az egységi alakulás, ugye, ennek egy nagyon nagy feltétele, tehát jó a különbözőség. Tehát sok területen jó átélni azt, hogy különbözők vagyunk, és ez egy egységgé alakul. De a túlerős különbözőség nem tud egységgé kovácsolódni. Tehát azt mondjuk, hogy az egység mindig a nagyon fontos. Most itt az érzelmi intelligencia nagyon sokat tehet. Tehát a közös érdeklődés például, az ugye nem IQ kérdése. Tehát lehet, hogy valakinek magas az IQ-ja, de például annyira önző és annyira magába zárkozott, hogy hiába talál még egy magas IQ-st, azzal se tud egységet alkotni, mert csak én. Tehát itt is az érzelmi intelligencia sokat segíthet, még abban is, hogyha például ebben a tekintetben nagy a különbség. De a nagyon szélsőséges nagy különbség az elején vonzó lehet, mert valóban érdekes. Tehát, hogy fú, mert ez milyen, meg milyen, de ugyanez válik egy 10-20 év múlva, éppen talán korláttá is, hogy te jó ég, hát ugye ebbe mindig belebotlok, ez annyira nagyon más, ez annyira nem az én világom, és azért akkor sok konfliktust jelenthet. Felgyorsult világunkban a modern technika mennyire befolyásolja például a fiatalok párkapcsolatát? Gondolok arra, hogy régen még mi tényleg udvaroltunk, és meg kellett hódítani egy kislányt, még mai világban elküld az okostelefonról egy VOK és ilyen hasonló kifejezéseket, és jön a válaszreakció. Nagyon nagy mértékben befolyásolja. Ezek még csak talán kisebb dolgok lennének, hogy milyen, most régen megszólítottuk, és nem tudom, én most meg elküldök egy üzenetet, csak az a baj, hogy a megszólítás és a megszólítással keletkezett kapcsolódás az az idegrendszerben más nyomokat hagy, tehát másképp fejlődik utána. Na most a virtuális megszólítás az egy sokkal felületesebb nyomot hagy, és igazából egy komoly ismerkedés nem lesz belőle. Tehát arra jó lehet, hogy nem tudom én, felfedezzél valakit, hogy jaj, az egyáltalán létezik a világban, de arra nem alkalmas, hogy egy hosszú távú megalapozott párkapcsolatnak az ismerkedési, meghódítási és egymáshoz közel kerülési, tehát tényleges megismerése nem jó. De akkor hova tendál így a világ? Hát nem jó felé tendál, és azt gondolom, hogy most eljött a felelős szülőség, tanárság és egyáltalán nevelésnek az ideje, hogy a fiatalokkal a virtuális világnak az előnyeit és a hátrányait valahogy úgy megismertessük és kézbe adjuk. Mert ugye nagyon hasznos ez, hogy meg tudom ismerni a másik városban élő mancikát, akit egyébként soha nem láttam volna meg, de nem helyettesíti azt, hogy bizony megint áldozatot kell hozni és találkozni kell. Tehát találkozni kell, meg kell mutatni azt, hogy most ez ugye messze vezetne, de egy találkozásban, egy személyes találkozásban, például maga csak a szemkapcsolat, ami nem tudom én, oxitocin, endorfin, és mindenféle hormonális segítséget is nyújt ahhoz, hogy jobban megismerjem a másikat, és ez mind nincs a kamerában. Tehát hiába skype-olok, hiába csinálok akármit, és küldök smiley-kat, meg nem tudom micsodákat, ezek nem eredményezik azt a lehetőséget, azt a nyitottságot, azt az egymásra hangolódást, amit például egy személyes kapcsolatban megtehetünk. És hogyha nagyon sok a virtuális kapcsolódás, akkor leszokunk erről, tehát akkor személyes kapcsolatban is alacsonyabb szinten fogunk találkozni, vagy nagyon suták leszünk, tehát egyszerűen, vagy gátlástalanok leszünk, ami szintén ugye a virtualitásnak köszönhetőleg nem érezzük a másiknak a visszajelzéseit, és éppen ezért hát tényleg azt lehet mondani, hogy bunkóbban megyek előre, de akár csak egy párkapcsolatban is később. Tehát azokat az érzéseket
érzékenységeket, azokat a figyelmességnek a kis, hogy mondjam, a kis izmocskáit, azt csak személyes kapcsolatba tudjuk kiépíteni. És hogyha ez nem történik meg, akkor utána csodálkozunk, hogy annyira jó elbeszélgettünk ki virtuálisan, és itt meg a valóságban meg nem sikerül. Hát nagyon jó körbejártuk a témát, akkor most térjünk vissza az előadásra. Itt ülnek ezek a fiatalok egy ilyen témával, és egy ilyen előadásmóddal mennyire lehet őket elgondolkodtatni, hogy valami nem jó, vagy valamit nem így kellene csinálni. Egyáltalán az előadás, ez mikor tör náluk felszínre, amikor elgondolkoznak rajta, és megpróbálnak úgy viselkedni? Én azt gondolom, ugye, hogy nagyon, nagyon széles korosztály volt, tehát 14-től 25 évig ez legalább ma már 2 vagy 3 generációt is felölel, tehát annyira nagyon más. Tehát azt gondolom, hogy például egy 14 évesnek mondjuk csak annyi maradhatott meg, gondolom, hogy jó van, persze biztos érdekes volt, meg a 14 évesek szeretnek a nagyokkal együtt lenni. Tehát maga az, hogy őt beavatták egy ilyen közegbe, hogy ő már a nagyokhoz számít, talán ez számított valami, de maga egy ilyen előadás egy 14 évesnek talán csak 2 felkiáltójelet vagy kérdőjelet tesz, mondjuk különösen is a férfinő különbségekről beszéltünk, hogy hogyan reagálunk, hogyan kezeljük a stresszt, hogyan beszélgetünk, hogyan kommunikálunk nőként, férfiként, stb. Tehát ez lehet, hogy érdekes, lehet, hogy jó, hát én is lány vagyok, én is, ugye az önismerethez hozzá segíthet. Na most a nagyobboknál, akik már párral is láthatólag is jöttek, például párosan is, ő nekik már mindjárt mást jelenthet, és mélyebbre megy, tehát őket már jobban megmozgatja, és elindíthatja afelé, hogy hú, a betyárját, hát akkor azért jó lenne kicsit belenézni, hogy hogy működik a társam. Tehát, hogy ő lehet, hogy adott esetben nem azért viselkedik úgy, mert ellenem van, mert csúnya ronda, hanem egyszerűen csak férfi, és egészen másképp gondolkodik, mint én, és jó lenne megismerni. Most azt gondolom, hogy a fiatalabbaknál ennél, hát jó, egy figyelemfelkeltésre, vagy egy ilyen ébresztésre jó egy ilyen előadás, de azért fiatalabbaknál ez nem megy tovább magától. Tehát itt mindenképpen nagy feladat van a szülőkön, de hát egy 13-14 éves korban nem is éppen a szülőkön, mert ugye ott attól nem szeretjük hallani a szülőnktől, hanem pont a iskolai közegen például, vagy a baráti körön, vagy az egyéb ilyen pont egy civil házban vagyunk, tehát akik így, hogy mondjam, bábáskodhatnak egy fiatal körül, mert ott ő neki, illetve hát van például egy ilyen család életre nevelés program országszerte, most már több helyen, több iskolában látom működni, amelyik sok kis foglalkozással veszi körbe ezt a témát, tehát a konfliktuskezelést, az önismeretet, a férfinő kérdést, az egymásra figyelést, a kommunikációt, stb. Szóval ezeket kis szituációkba kell tanulni, tehát ezt csinálva tanuljuk meg, tehát nem előadásba. Én szeretek előadni, meg sokfele megyek, de úgy gondolom, hogy különösen az ilyen korosztálynak ezt folytatni kell, lebontani, és élményszerű tapasztalatokat gyűjteni vele. De akkor egy személyes jellegű kérdés. Egy ilyen előadás után mi az, amit sikerként lehet elkönyvelni? Én azt is sikerként könyveltem el, hogy bejöttem ugye a terembe, akkor itt lévő fiatalok mind a gépét egytől egyik gyötörték. Gondoltam magamban, mondom, hogy ezek mit fognak ide, és egyik se vette elő a gépét. Ez például nekem nagyon nagy siker. Láthatólag figyeltek, tehát hogy most így fordítva. Úgy éreztem, hogy ugye különösen az idősebb, kicsit idősebb korosztály már tapasztalatokat is tudott mögé tenni. Tehát ott sokszor volt olyan, hogy ugye megböki a másikat, hogy na ez. Tehát látszik, hogy megmozdul benne, és belehelyettesíti, hogy aha, ez tényleg így van, ez nálam így van, hú, ezt nem értem, stb. Ezt én hát sokat előadok, úgyhogy hogy érzékelhető volt, hogy jönnek velem. Tehát ez nagyon, most az a fiatalabbaknál nagyon-nagyon nagy, az lenne az igazi nagy siker, hogyha valakik ezt tovább vinnék, és akkor azt mondja, hogy hú, igen, már ezt hallottam. Tehát ő neki ott, akkor egy kicsit megágyaztunk ennek a témának. Na hát nagyon szépen köszönjük, és jó utat hazafelé, hiszen tudjuk, hogy Pécs még Józsefházától is messze van. Igen. Köszönöm szépen.